Mezőtúron május 31-én egy soha nem látott nagyságú és minőségű egészségnap lesz az oktatási centrumban a főiskolán. Ki szervezi ezt a napot? Hát igen, ez egy nagy nap lesz az életünkben, a kórház életében. A szakmai szervezője mi vagyunk ennek a rendezvénynek, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nyert a kórház egy pályázatot az egészségfejlesztési iroda kialakítására. Ez egy egészséges életmódnak a preferálásáról szól, egy egészséges szemléletmódnak a beültetéséről a kistérség lakosaiba, ami el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó irányban halad, és szeretnénk most egy kicsit még jobban felrázni a lakosságot, egy rendkívül színes programmal készülünk május 31-ére a főiskola területére. Így van, a volt főiskola területére. Ha színes programokról beszélünk, akkor a rendezvény milyen blokkokat tartalmaz? Mint ahogy említettem, az egészséges életmódról szól ez az egész projektünk, tehát lesz benne egy sportblokk, lesz benne a helyes táplálkozásról, és természetesen a káros szenvedélyeknek a leküzdéséről ebben is segítséget fogunk majd nyújtani. Szakmai segítségről is beszélünk, de talán bővebben a sport, blokk, ami nagyon sok mindenkit érdekel, hiszen egy nagyon híres vendég érkezik a rendezvényre. Hát igen, igen, szerintem mindenki által jól ismerte a Katus Attila, aki egy fantasztikus hozzáállással közeledett, vagy és készülődik ehhez a programhoz, amit szeretnék neki itt is megköszönni. Ő lesz az egyik fő segítségünk, hiszen ő fogja indítani a rendezvényt ezzel a sportblokkkal, tehát ő fogja majd egy kicsit felrázni a lakosokat. Ez a rendezvény elején indul majd ez az együttes mozgás, együttes edzés. Hogyha mozgás edzés, akkor kapcsolódhat a rendezvényhez a gasztronómia is. Igen, igen, de még a mozgás előtt szeretném elmondani, hogy a, tulajdonképpen ez a nagy bemelegítés indul majd egy flash mobbal, amiben egy mozgó szívet fogunk megjeleníteni, és ugye erre az, a mozgó szív, tehát ugye az egész szervezetünknek a motorja a szív, tehát mi másról szólna, mint egy egészséges szívbon, szívdobbanás, és ebből indul utána a, a nagyméretű mozgás blokkunk, és természetesen kapcsolódik a gasztronómia, amit előzetesen meghirdettünk reformfőző versenyt, és annak elkezdődik majd ott a helyszínen a versenye, illetve mi is készülünk egy látványkonyhával, és uh, amit majd szeretnénk szétosztani a vendégek között, és természetesen itt is lenne, lesznek uh, prominens személyek. Fontos pontja egy rendezvénynek a prominens személyek. Katus Attiláról már hallottunk, a nap folyamán még ki kell találkozhatnak a mezőtúriak. Hát ha már a gasztronómiát említettük az előbb, akkor itt lesz Benke Laci bácsi, aki lesz a zsűrie, és ennek az egész blokknak az egyik vezetője, és természetesen Rácz Lajos a turkevéről, aki jelenleg a 626-os szakmunkás képzőintézetben a szakács tanulókat képzi, és az ő segítségükkel fogjuk elkészíteni a mi reformételünket, ami az Andalusz padlizsán lesz. Kiváló illat, kiváló íz és kezdeményezés maga a rendezvény. Beszéltünk sportról, gasztronómiáról, egészségügyről, prevencióról, mi az, amit még hozzá lehet fűzni, akár kulturális szempontból a rendezvényhez. Igen, hát a prevencióhoz még tegyük hozzá a gasztronómiai blogból, hogy készül majd egy abszolút egészséges mangalica pörkölt is, amit Miskolci Imre fog nekünk elkészíteni a hatalmas nagy ezeradagos bográcsában, ami szintén majd egy kis savanyú káposztával és teljes kiörlésű kenyérrel, magvas kenyérrel fogunk tálalni. És természetesen a, még meg az egész műsor, az egész blogból még a káros szenvedélyek elleni előadás sem hiányozhat, ami természetesen nem más, mint Zahár Gábor főorvos úr, fog nekünk prezentálni. A prominens személyiségen közé felsorolhatjuk Cene Attilát, aki azon kívül, hogy meglátogatja a rendezvény, diakat fog átadni, és biztatja a gyermekeket, felnőtteket, akár az időseket is az egészséges életmódra. Igen, ő mindenképpen nagyon fontos személy lesz ezen a rendezvényen, hiszen az ő életútja azt hiszem minden fiatalnak és idősnek is példaképe lehet. Igen, ő fogja a díjainkat is átadni, ugyanis szervezünk még, hogyha az egész egészséges életmódot veszük figyelembe, hogy a mozgás az, ami az alapvető. Így lesz öregfiú körmérkőzése. Itt az öt település, tehát a térségünkhöz tartozó öt település öregfiai fognak egymással küzdeni. Ez egy nagyon komoly körmérkőzés sorozat lesz. Ennek a díjait fogja még átadni, illetve a korcsoportos futóverseny győzteseinek és a ö, kerékpáros ügyességi verseny résztvevőit is ő fogja majd díjazni. Volt egy felhívása is a kórháznak rajzversenyre. Igen, előzetesen meghirdettünk az óvodások, az alsós és felső tagozatos gyermekek között az egészséges életmóddal kapcsolatos rajzpályázatot. Gyönyörű remek művek érkeztek be. Ennek megtörtént már a zsűrizése, a polgármesterek zsűrizték, és ezeknek a díjait is ezen a napon fogjuk átadni. Minden rendezvénynél fontos a házigazda személye, ki is lesz a mezőtúri EFI iroda egészségnapjának házigazdája. Novák Péter színművész úr lesz, aki felvállalta ezt a feladatot, és örömmel teljesíti. Novák Péterhez gasztronómia, kultúra és akár a mozgás, a tánc is köthető. Lesznek-e olyan rendezvények, ami az ő személyéhez, az ő személyiségéhez kísérő programként megjelennek a rendezvényen? Igen, készülünk egy mazsoret bemutatóval, lesz aerobik tánc, zumba és cselgáns bemutató is. A rendezvény szempontjából mindig fontos, hogy ki a célcsoport, tehát gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek, vagy akár mindenkinek készítették a programokat. Az egészségfejlesztési iroda célcsoportja a 18 év feletti korosztály. Természetesen az iroda is megjelenik, szűrőbusszal leszünk kint, szűrésekre is lesz lehetőség, de gondoltunk a gyermekekre is, úgyhogy nagyon színes gyerekprogrammal készülünk. Ovónők segítségével mindenféle kézműves játékokra lesz lehetőség, kézműves foglalkozásokra, arcfestéstől kezdve az ugráló várik, tehát minden rendelkezésre fog állni arra, hogy az egész család akár kijöjjön és jól érezze magát. Hogyha kedves nézőinknek és rádióhallgatóinknak felkeltettük a figyelmét, hol tudnak bővebben érdeklődni a rendezvényről? Rengeteg plakátot tettünk ki, úgy ott mindenképpen, illetve a Tour Pressben megjelent, a mezőtúr és vidékében az újságban részletesen a programunk. Molinónk jelent meg a, ott a a főiskolánál, és természetesen itt a kórházban, az egészségfejlesztési irodában és a honlapunkon mindenképpen. A rendezvény zárása is mondhatjuk, hogy fantasztikus lesz, hiszen egy nagyon várt zenekar érkezik mezőtúrra. Igen, a mindenki által jól ismert Gringo star, tehát Geszti Péter és élő zenekara fog minket majd szórakoztatni a blokk végén, úgyhogy mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel erre a rendezvényre.